Több mint a duplájára nőtt tavalyhoz képest az illegális határátlépők száma. Ezt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója mondta az M1-en. Bakondi György szerint egyre bonyolultabb a migrációs helyzet. Olyan országokból is érkeznek bevándorlók, ahonnan korábban nem. Ennek pedig az európai gazdaság és biztonság lesz az elszenvedője. Ritka pillanat, nyoma sincs a migránsoknak Horgoson. A faluban csak ideiglenesen tartózkodhatnak, amint rájuk találnak a hatóságok, azonnal elszállítják őket. Ennek leginkább az ott élők örülnek. Tényleg alig lehet látni őket. Én örülök neki, hogy így van. Most nagyobb biztonságon érzik magukat? Hát igen, bár este nem szeretek mászkálni, úgyhogy nem szoktam nagyon este menni sehova. Korai még az öröm, hiszen mindig van utánpótlás. Az illegális bevándorlók folyamatosan érkeznek a határmenti településekre, rettegésben tartva a lakókat. Félünk, mert most azt hallottam nem régen, hogy a Szelevényi erdő meg tele van. Nem tudom, ezt felé tudnak-e, de az erdő, a Szelevényi meg tele van. És ott megint veszekszenek, úgyhogy félünk, hogy majd megint szerte széje jönnek. A magyar határkerítéshez közeli Bácska birtok sem volt sokáig lakatlan. Egy 13 fős illegális bevándorló csoport szállta meg nemrég. A helyiek nagyon félnek. Továbbra is attól tartanak, hogy a mostani nyugalom nem biztos, hogy tartós lesz. Ezért december 22-én csütörtökön ismét lakossági fórumot szervez a helyi közösség a Horgosi Művelődési Házban a lakosok részére. Legutóbb csütörtökön volt rendőrségi akció Horgoson, több száz migránst vettek őrizetbe. Gyorsan híre ment a razziának, azóta az illegális bevándorlók már jóval óvatosabbak, sokan messze elkerülik a falut. A cél, hogy az összes illegális bevándorlót eltávolítsák a határtérségből, és a befogadó központokba szállítsák őket. Az államelnök is itt volt nálunk, és beszélgetést folytatott az alpolgármesterre Ráb Kicsnebojsával, aki ismertette őket ezekre az akciókról, hogy hogy mennek, hogy folytatnak, hogy minden, és ígéretet kaptunk, hogy továbbra is ez még nagyobb, még jobban fogják csinálni ezeket az akciókat. Szükség is van a rendőri fellépésre, hiszen egyre nő a migrációs nyomás. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en beszélt arról, hogy egy éven belül több mint a duplájára nőtt az illegális határátlépést megkísérlő migránsok száma. Csak nem 265 ezer határsértőt fogtak el eddig idén, míg tavaly ugyanebben az időszakban 114 ezret. Ráadásul új helyekről is érkeznek illegális bevándorlók. Megjelentek olyan állampolgárok, amelyek eddig még soha, indiaiakra gondolok, bangladesiekre, pakisztániakra, akiknek a, főleg az India megjelenése, az indiai polgárok kísérletezése, ez nagyon komoly potenciális veszélyt rejt, hiszen borzalmas, hatalmas létszám az, hogyha visszaüzennek, hogy na gyertek csak nyugodtan, akkor olyan létszám indulhat el Indiából, amely eddig még a migrációs mozgásban nem volt példa. Úgy fogalmazott, nem várható, hogy visszaesne a migráció, ennek elszenvedője pedig legfőképpen az európai gazdaság és a biztonság lesz. Hozzátette, bebizonyosodott, hogy a magyar kormánynak igaza volt abban, hogy már 2015 óta ragaszkodik a határai védelméhez, és illegálisan nem enged be senkit az országba.